Sok szeretettel köszöntelek Nagy Veronika Mindig Van Remény csatornáján. Betegekhez szóló videó második részében a lelkileg megfáradt embereknek szándékozom lelki erőt adni. Milyen sok ember szenved betegségben, lelki vívódásaiban. Meggyötört lélek, melyet megtépázott a viszontagságos út. Vannak azok a problémák, vívódások az életben, amik gyógyítására, felépülésére nem tabletta formájában találod meg a gyógyért. Rögös életutunkon, amikor megviselté válunk, sokszor jó lesne csak egy szép szó, egy kedves gesztus, egy biztatás, melyből lelki erőt meríthetünk. Nekem nincs más gyógyszerem, csak szavak, biztató, erősítő gondolatokkal. Videóm által szeretettel fordulok az emberek felé, akik bármiféle betegségben vagy lelki vívódásban szenvedve hallgatják ezt a felvételt. Szenvedéseinkben, vívódásainkban, érzelmi sebek szerzésében, magányunkban nagyon sok esetben teszünk a saját leépülésünkért. Belemenekülünk az alkohol, a cigi és a káros szenvedélyek világába, mert tévesen úgy gondoljuk, ezzel könnyítünk helyzetünkön, és észre se vesszük, hogy ez a tévhit észrevétlen lefelé húz bennünket, rombolja életvitelünket és a lelki világunkat. Ebben a felgyorsult világban rohanunk, kapkodunk és nagyon sokat idegeskedünk. Az aggodalom lefelé húz, és ha hagyod magad, leránt magával a mélybe. Az aggodalom befolyásolja a hangulatunkat, a gondolkozásunkat, a rálátásunkat a dolgok iránt. Szorongás szül, és a félelem fokozódik bennünk. Rombolja a kreativitásunkat, elszívja az energiánkat, és elégedetlenné formál bennünket. A munkánkhoz és az egész élethez való hozzáállásunk meginog, nem tudunk hatékonyan teljesíteni, figyelmünk lecsökken, feszültség van bennünk, és mindevégett az emberi kapcsolataink is sérülnek, elfordulnak tőlünk. Ha betegségben szenvedünk, az aggodalom és félelem, szorongás miatt nem, vagy nehezebben gyógyulunk. A keserűség felemészt belülről. Mélységeket kell megjárnunk ahhoz, hogy megérezhessük az isteni gondviselést. Mélységeket kell megjárnunk ahhoz, hogy tanuljunk és tapasztaljunk, de nagy akaraterő kell ahhoz, ha az élet bármely területén elbukunk, hogy fel tudjunk állni, meg akarjunk gyógyulni bármiféle betegségeinkből. Időnként, amikor túlhajszolod magad, van, hogy az élet, a sors keze figyelmeztet, akár egy betegséggel, akár egy balesettel, vagy bármiféle lelkisérüléssel, hogy lassíts, és tanít, hogy másként gondolkozz. Figyelmeztet, tanít, jelzőtáblaként új utat, új lehetőséget, új irányt mutat neked az élet. Néha kell a változás, hogy mindent másként láss. Mennyi mindenre képes egy betegség, mennyi mindent képes kihozni egy emberből. De miért kell ahhoz betegnek lennie, vagy beteggé tennie magát egy embernek, hogy az változtatásra kényszerítse? Amikor betegek vagyunk, akkor kezdjük el értékelni, mekkora nagy ajándék az egészség. Szenvedéseink, betegségeink által megtanulunk másként gondolkozni, és másként, nagyobb odaadással hozzáállni az élethez. Túl kell látni az adott problémán, és meglátni a bennük rejlő tanítást, és a további lehetőségeket. Így van ez a betegségben is. Ne ragadj le, ne keseregj. Emeld az ég felé a tekinteted, hogy másként láss. Ha mindig lefelé tekintesz,
és csak búslakodsz, az lefelé húz. Saját magadnak ártasz, saját magad és a lelki világot húzod, rántod lefelé. Gondolataidnak teremtő ereje van. Gondolataid mindig, minden esetben legyenek pozitívak. Inkább tedd össze két kezed, és kérd a lelki erőt nehézségeid, gondjaid feldolgozására. Egészséged, nehézségeid, élethelyzeted rendbetételére. Ahogy te változtatod a gondolkozásod és a hozzáállásod, úgy változnak az adott lehetőségek és az élethelyzetek körülötted. Az Isten patakja mindig tele van vízzel, mindig tud új és újabb lehetőségeket, ötleteket adni. Akár gyógyulásra, akár bármiféle nehézségre, problémára. A változáshoz, változtatáshoz, a gyógyulásod érdekében neked is akarnod kell. Más személy hiába akar rajtad segíteni, és hiába imádkozik érted, ha te magad nem teszel érte, ha neked, a betegnek nincs hited, és lemondó vagy. Tápláld az éhséged, a tested, szervezeted táplálkozással, a tudásod tanulással, a lelked hittel. Fontos a lelki egészség. Lelki egészség nélkül nem lesz egészséges a tested sem. A hit a beteg ember számára a reménysugár. A következő kis történet nagyon jó tanúság egy 7 éves kicsilány hitéről és a hit erejéről. Egy munkahelyen dolgoztam két kedves kolléganőmmel. Nagyon jó munkatársak voltunk, csak a munkahelyi körülmények miatt felmondtunk, és el kellett válnunk. Én voltam az első, aki eljöttem a munkahelyről. A két kolléganőnek emlékbe rózsafüzért adtam ajándékba. Az egyik kolléganőnek, a kislányának, Lindának, nagyon megtetszett a rózsafüzér, és megkérte az anyukáját, hogy engedje meg neki, hogy iskolába magával vihesse. Az anyukája megengedte, de mondta neki, hogy nagyon vigyázzon rá. A kislány szünetben kiment az udvarra, játszottak, szaladgáltak. Linda elesett, és nagyon megütötte a térdét, és nagyon fájt neki. Az udvaron nála volt a rózsafüzér. Elővette a zsebéből, és a fájó térdére tette, arra gondolva, hogy Istenem, ne fájjon a térdem. 7 évesen hitt abban, hogy meggyógyul tőle. És képzeld, anya, mesélte az anyukájának, utána már nem is fájt a térdem. Vegyél példát, egy 7 éves kislányról beszélünk. Ha egy gyermekben ekkora a hit, akkor benned, mint felnőttnek, kell, hogy legyen hited, erős hited. Magunkon kell erőt venni, segíteni saját gyógyulásunkat, legyen az testi, vagy akár lelki betegség, hiszen a hit által épülünk.